Babits Mihály Kulturális Központ szívesen ad teret és helyet a jótékonysági rendezvényeknek, ezért idén is itt került átadásra az Egyszülős Központ karácsonyi csomagjai. Az Egyszülős Központ hosszú-hosszú évek óta valamennyi megyében karácsony előtt rászoruló családoknak meglepetés ajándékokkal készül. Itt Szekszárdon is már hosszú éve zajlott ez a folyamat. Az intézményünkben ez most a második alkalom, hogy megkerestek bennünket Budapestről a Tolna megyei karácsonyi nagykövet Deregán Gábor úr, aki nekem régi kedves jó barátom is volt, tehát külön a szívemhez közel állt ez a történet, amikor Gábor megkeresett ezzel, hogy szeretné helyszínéül választani a Babits Mihály Kulturális Központot ennek az ajándékátadásnak, hiszen egy központi helyen vagyunk, és a családok számára is egy ismert helyszín, tehát itt minden bizonnyal méltó módon és megfelelő módon le tudjuk bonyolítani ezt a karácsonyi jótékonysági akciót. Az eseménynek karácsonyi nagykövete is van, aki Tolna vármegyében nem más, mint Deregán Gábor, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának főtitkára. Minden karácsonykor az Egyszülős Központ most már évek óta az egyszülősöket, mint a neve is mutatja, egy ilyen karácsonyi ajándék dobozzal lepi meg tulajdonképpen, amiben tisztálkodó, tisztítószerek, édességek vannak nagyjából 40 ezer forint értékben. Ez adja az apropóját, hogy én már harmadik éve vagyok itt Szekszárdon, mint úgymond Tolna megyei karácsonyi nagykövet az Egyszülős Központnak. Deregán Gábor hozzátette, ez a jótékonysági esemény rendkívül közel áll a szívéhez, hiszen az adakozás mellett szekszárdi kötődése miatt is fontos. Bellinger Attilával, a Babits Művelődési Ház igazgatójával a főiskolán együtt tanultam itt Szekszárdon. Ezúton is köszönöm neki és a Babits minden kollégájának, hogy idén is befogadtak minket. Jó magamnak pedig a rokonaim szekszárdiak. Keresztanyám, unokatestvéreim itt laknak, én nagyon sűrűn jövök Szekszárdra, úgy 2-3 havonta, ha az időm engedi, és évek óta ezért tulajdonképpen így vagyok én a Tolna megyei nagykövet az Egyszülős Központnak. A felajánlott csomagokban tisztítószereket, illatszereket, tisztálkodási szereket, vitaminokat, édességeket rejtettek, amelyek a mindennapi életben nagy segítséget nyújtanak az egyedülálló szülők számára.